problémáinkról. Minden házasságban jön perc, mikor nem bírja más, bekaptam valaki, és nincs tovább, és szín kell vallani. Bekaptantál? Te kaptantál meg, Gáspár! Magorba lett és önzőbb bárki másnál! Egész álónap benne a házban ülsz, tévé előtt kérődve elterülsz, és nem figyelsz rám, bármit mondhatok, mert fontosabbak már a sportadók. Én untatlak, de bármi érdekel, amit mutat a Discovery Channel. Nem szoktam nézni azt. Szoktam. Mikor? Beszélni kell a problémáinkról. Kötés kerüljön minden régi sebre, különben még ennél beszélve. Boldogság kell. Formáljunk rá jogot. Mondd el! Nem jó velem most már az ágyban. Jobban szeretnék szexet másik felesen. Őszintén mond, vajon mit tenne jót? Próbáljunk néhány új pozíciót. Drágám, Vali, veled nincs semmi baj. Pont úgy kínálod most is, mint tavaly. Hát nekünk azt mondod, hogy ne általában körtő végezze magával. Hasíts hajlott házamból hegyhez íja, feszüljön meg gerincem görbe íja, egekbe szálljon, mint kilő, a lüktető termő gerinc velőt. Hová lehull eszmém túlérett magja, a téboly tisztán látását fakasztva, szíjam tereld oda a tagadás gulyáját. Kiporni el a tézis nadragujáját! Aztán közel a perc, mikor csak a sívó őszi szél sikít a Pannon Parnassus! Elhagyott, letarolt, sötét, gödös, borgőzös, vérzivataros, szemetes, kiet a normát! Obligáti! Emléket példa és ítélet! Így veled! Üritem poharam, drága halottunkra, Rodin Gáspárra! Ígyunk! Egészségedre, szomszéd! Hey! Sópos, rozmarin, babérlevél, és kömény ízlés szerint. Elparma lábszás, nincs kacson, s annyi víz, mint ellepje szont. Hogy már egészben répákat hasítva, a sűrűjét is lesgyámmal vadítva. A baj csak az, hogy 17 évesen, hogy sztár vagyok, elvitették velem. Papírom nincs, a szak közép után show must go on. Nem tanultam tovább. Jelenkezzek melózni! Hova? Menjek a pénztárosnak a Tesco-ba? Nézze, Gáspár! Az én pályámnak lőzött, ha csak maga! Szóval, ha tüntetőleg miattam gyilkolná meg önmagát, felrázná bele a rajongók táborát!